Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Állatbarát című magazin műsorunkat látják. Vendégem Andrássy Beáta és Paraszt László, a Hobbi Állatcentrum vezetői, akikkel az állattartás fontosságáról fogunk beszélni. Üdvözlöm Önöket és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mi is köszönöm. Köszönjük szépen. Hogyha valaki kis állatra vágyik, milyen szempontok alapján válasszon? Hát ez egy nagyon összetett dolog, hogy mi alapján válasszon. Nagyon fontos tudni azt, hogy mi az a nagyságrend, amit otthon ketrec, kalitka, terrárium, akvárium el tudnak helyezni. Kinek szeretnék venni a kis állatot? Kisgyermeknek, kiskamasznak, nagykamasznak, vagy egyáltalán úgy összességében az egész családnak? Innen kell indulnunk, amikor valaki bejön hozzánk és egy kis állatot keres, és még pillanatnyilag nem tudja, hogy miért szeretne. Ha kisgyermekről van szó, azt szoktuk tanácsolni, hogy picit nagyobb állatkát, amit meg tud a kezébe fogni, ami nem annyira fürge, nem tud kiugrani a gyermek kezéből, és a gyermek is szépen tudja fogni, tud vele foglalkozni, nem fogja megharapni, nem ugrik ki a kezéből, nem ijed meg. Ha családi állatkát szeretnének, hát ott ugye azért az egy nagyobban összetett dolog. Ha van szülői háttér, vagyis pontosabban a szülők beleállnak abba, hogy azért a háttérben ők ott lesznek és segítik a gyermeket, abba, hogy hogy kell gondozni, segítenek etetni azt az állatkát, amit a gyermek kiválaszt, akkor Isten igazából bármelyik állatkát választhatnak. Tehát itt most akár rágcsálókról beszélünk, akár hüllőkről beszélünk, vagy akár a halakról. És milyen egy felelősségteljes gazdi? Hát én úgy gondolom, először is az állatoknak a kiválasztása egy nagyon fontos dolog. Ha gyermek szeretne állatot, itt a szülőknek a felelőssége nagyon nagy, ugyanis arra is kell gondolnunk, hogy az az állat akár tovább él, mint mi. Például ugye a teknősök, nagy papagájok, emberöltő, illetve a teknősök esetében több emberöltő az élettartamuk. Mindenképp, amikor választani szeretnének, érdeklődjenek tenyésztőktől, jöjjenek be díszletkereskedésekbe, állatkertekbe, alapítványok, ahol többféle állatot tartanak, mentőhelyekre. És én mindig azt szoktam javasolni, hogy a YouTube csatornán természetfilmeket nézzenek, és nézzék meg, hogy az adott kvázi kiszemelt állatcsoport, vagy akár már egyed is, hogy él a természetben. Ugyanis a közösségi oldalokon nem biztos, hogy jó tanácsokat fognak adni azok, akik egy panelba tartanak állatot. Ez papagájoknál például én nálam, amikor vásárolunk a tenyésztelepünkről, mindig azt szoktam mondani a tenyésztőnek, hogy a dél-amerikai faj, Dél-Amerikában hasonló az égő, mint nálunk, tehát nem kell különösebben foglalkozni a hőmérséklet ingadozással. Persze vannak ott is trópusi részek, de alapvetően, amit én tartok madarak, hogy azok idézőben fagyállók. Ez egy nagyon fontos kérdéskör. A másik fontos kérdéskör, hogy a családnak, aki állatot szeretne, milyen az életvitele. Hogy mennyire fog beleférni az életükbe az, hogy gondoskodjanak az állatról. Ugye most éppen a minap volt egy olyan kérés, hogy egy speciális bogarat szerettek volna. Én azt gondolom, hogy az, aki ezt szerette volna, nem nézett utána, hogy a láva stádium több év, akár 5-6, és kvázi temperált körülmények között, magának a csodálatos bogának az élete pár óra. Ugyanis megszületik, itt ki kell a bábból, párzik, ő szaporodik, tehát tetoik, és elhal. Ezt ugye nem tudták. És mindezeket, mint mondtam korábban, ezeknek előtte utána kéne járni. Nagyon fontos az is, hogy legyen elegendő anyagi tőkénk. Vannak olyan egyedek, olyan állattípusok, amik igen jelentős kvázi állatorvosi igénnyel járnak. Nyilván azt is meg kell keresni, hogy hol van olyan állatorvos. Épp 60-ban volt egy olyan partnerünk, aki halat műtetett víz alatt, itt 60-ban, 2 hónap ezelőtt. Tehát ezeket egy felelősségteljes gazda, és megkereste azt az állatorvos, aki erre képes. És ez egy nagyon szertágazó
hogy is mondjam, gondolatmenetet igényel. És vannak-e olyan állatok, akiket kifejezetten ajánlan a gyermekek mellé, mert esetleg könnyebb őket gondozni? Hát minden állatnak megvan a saját tartás igénye. Mindegy, milyen állatkáról beszélünk. Itt megint, amit az előbb mondtam, itt nagyon fontos a családi háttér, hogy a szülők mit vállalnak be. Ha szülők ott állnak a gyermek mögött, akkor Isten igazából bármilyen állatkát lehet vinni, hisz a gyermek fejlődése az, hogy megtanulja gondozni az állatot, megtanulja az állatvilágot, megtanulja, hogy hogy viszonyuljon hozzá, megtanulja azt, hogy az állat az első, hogyha van egy állatkám, akkor ha reggel felkelek, akkor az állatka az első, és mikor este lefekszem, ugye akkor is az állatka az, amire még ránézek, vagy elrendezem, lekapcsolom nála a villanyt, vagy csak egyáltalán megsimogatom. Ha rágcsálókban gondolkodnak a szülők, mi a gyermekeknek egy kezdő állattartásnak a tengeri malacot javasoljuk, vagy a nyuszit. Hüllőket, nehezebben tartott tartású állatokat nem nagyon szoktam első állatnak tanácsolni. Ez a legjobb hörcsök, tengeri malac, kis nyuszi, csincsilla, degú, de hát úgy a rágcsálókból is inkább az ilyen lassúbb állatkákat. De nagyon fontos, egy gyermeknél kell, hogy legyen a szülői háttér, hogy megtanítsák. Tehát ha bejönnek a szülők egy gyermekkel, akkor azért azt egy idő után ők is kimondják, hogy hát magunknak veszünk állatkát. Na de hát a gyermek csak úgy tanulja meg, hogyha mi megtanítjuk rá, hogy viselkedjen felelősségteljes gazdiként. Milyen hatással vannak ezek a kis állatok az emberekre? Ugye gyakran mondják azt, hogy a kis kedvence hasonlít a gazdája, illetve a gazda hasonlít a kis kedvencére. Ez különösen a kutyáknál jellemző. Például a mopsfajt, tehát kifejezetten az emberi arc kifejezésre tenyésztették a fej típusát. Szemből ránézünk, és akkor a középen ülő személyi az kicsit hasonlítanak az emberre. Én úgy gondolom, a kis kedvenceink inkább a terapeuta jelleget képviselik az életünkbe. Ez azt jelenti, hogy gondoljunk bele, egy idős néni egyedül él otthon. A családja, gyermekei távol laknak, valami élőlény kell, akivel kommunikál például. Ez lehet kutya, cica, hát van akinek a kis csirkéje vagy kis libája. Ebből esetben, mivel nem vágja, nem haszonállat, tehát kettelésből tartott állatnak tekintjük. De lehet ez gyermeknél is. Ha például hiperaktív gyermeket próbálunk egy rendszerességre rászoktatni, akkor egy adott kis állattal, ha a szülő következetes vele, a kis állatkájával rá tudjuk arra szoktatni, hogy reggel etetni kell, hogy a párom az előbb mondta, etetni kell, takarítani kell, délbe etetni kell, vagy este etetni kell. Vagy esetleg mozgatni és sétáltatni a kutyust. Tehát mindenképp az embernek kvázi össze kell nőni az állatkájával idézőjelben. És vannak olyan példányok, akiket kifejezetten csak tapasztalt állattartóknak ajánl, mert esetleg veszélyesek vagy nagyobb törődést igényelnek? Igen, természetesen vannak. Tehát lehet kapni Magyarországon, de egyébként hát mindenhol a világon gyakorlatilag van egyedeket, akik az élő helyükön veszélyes állatok, és ezek bizony lehetnek itt Magyarországon is veszélyesek. Például mérges kígyók. A pókok ugyan Magyarországon mesterséges körülmények között elveszítik az alapvető halálos mérgüket a táplálkozás miatt, ugye más a táplálkozásuk, mint a vadonban, az élőhelyükön, de lehetnek olyan emberek, akik érzékenyek, ugyanúgy, mint a méhecskére, méhecske csípésére. És bizony ilyenekre figyelni kell, illetve van még egy nagyon fontos dolog, ami sajnos egyre gyakoribb, az allergia. A nyuszinak a szőrére, a kutyának, a macskának a szőrére ugye allergia alakulhat ki. Ez ugye nem biztos, hogy tudja a gazda, amikor, vagy leendő gazda, amikor megvásárolja, hanem ez az elkövetkező napokban alakul ki. De az is lehet, hogy hetekkel, hónapokkal később fog kialakulni, jelentkezni ez a probléma a család valamelyik tagjánál. Sajnos elég sok ilyen esettel találkozunk már. És mi a teendő, hogyha valaki nem átgondoltan vásárol egy állatot, és mégsem szeretné? Az a szerencse, és hála Isten, ez a sok-sok éves tapasztalat mondatja velem,
egyre ritkábban van ilyen. Tehát akik úgy döntenek, hogy állatkát szeretnének, nagyon, nagyon tudatosan döntik el, és biztosítják az állatkájuknak a körülményeket, amire szüksége van. De sajnos néha előfordul, amit az előbb a párom is mondott, hogy nem tudták, hogy allergiás. Most mindegy, hogy a gyermek vagy a család bármelyik tagja, tehát kialakulhat egy allergia. Történhet egy olyan családi probléma, egy költözés, egy válás. Tehát amikor egyszerűen azt az állatkát nem tudják hova tenni, nincs hova elajándékozni, szeretnének neki jó életet. Ezek a felelősségteljes gazdik, mert akkor nekiállnak keresni. Alapítványok vannak, fajtamentő van. Azt lehet mondani, hogy már majdnem minden állatfajnak megvan a fajtamentő háttere. Nagyon-nagyon nagyon nagy munkát fektetnek bele ezek az alapítványok és a fajtamentők, és a legjobbat biztosítják a mentett állatkáknak. Akár hozzánk is be lehet hozni az állatkereskedésbe, tehát hogyha nem olyan a családi háttér, nem tudják megoldani, nem tudnak utána menni, akkor még mindig jobb, ha behozzák, átvesszük és keresünk annak a megfelelő állatkának megfelelő gazdit. Vagy akár mi is kapcsolatban vagyunk alapítványokkal, és felvesszük velük a kapcsolatot. A tavalyi évben pontosan ez így volt, a vizsla fajtamentők többször is jöttek hozzánk, mert hát sajnos volt egy család, ahol sok kutyus volt, fajtatiszta kutyusok, olyan családi helyzet alakult ki, hogy nem tudták tartani, és így felajánlották a fajtamentőknek. És akkor rajtunk keresztül örökbe fogadták őket. Tehát az a legfontosabb, hogy ne a teknősöt, ne egy patakpartra, egy tóba, egy tengeri malacot, ne az erdőbe vagy a mezőre engedjenek ki, hanem a legközelebbi állatkereskedésbe. Csak tegyék így be, itt van, nem tudunk vele foglalkozni, és bárhol, bármelyik állatkereskedés ezeket az állatokat jó helyre fogja továbbítani. Gyakran hallani, hogy a kedvenceink sem érzik jól magukat egyedül, érdemesebb párt választani melléjük. Hát ez megint fajta függő. Vannak olyan egyedek, akiknek muszáj, hogy párt vigyenek. Mert egyedül szomorúak, sőt, el is pusztulhatnak. Az állatoknál ugyanúgy jellemző a depresszió, sajnos, mint most már a világban, sajnos egy négy betegség lesz. Tehát visszatérve, igen, depressziós lesz az állat, magányába elpusztul. Nem tudja a gazdi azt pótolni, amit a saját kis fajának a társa. Aztán vannak olyan állategyedek, ahol azt szoktuk tanácsolni, hogy minden élőlény társas lény. De ez a társaság, ez lehet a gazdi. Tehát ha megfelelően tartja, ha sokat foglalkozik vele, ha mondjuk kiveszi a ketrecből, vagy és szabadon mozoghat az a kis állatka, és az a gyermek, vagy a gazdi, most mindegy, hogy gyermek vagy felnőttről beszélünk, egy társa lesz, akkor nem muszáj. De így előre megmondani, hogy most vigyen egy társat, ne vigyen, aki nem szeretne két állatkát vinni, mondom, itt vannak fajok, ahol kötelező, tehát ahol ez nem kérés és kérdés, ott csak ha el tudja vinni a párját az állatkának, akkor azt szoktuk mondani, hogy nézze meg az állatkát, hogy érzi magát. Ha az állatka vidám, ha nem buskomor, ha nem gubbaszt, ha jól eszik, ha jól működik, és teljesen belesimul a család életébe, akkor nem muszáj. Vagy ha mégis szomorú, nem muszáj ellenkező nemű párt vinni, tehát hogy ne legyenek kicsinyek, ne legyen szaporulat. Lehet ugyanúgy ugyanazonos neműt. És akkor még sincs egyedül az állatka, a gazdinak is talán a kis lelke könnyebb, hogy nem egyedül tartja az állatkáját. Egy kaméleon is itt mászkál most köztünk. Mit lehet tudni róla, mennyire kell rá odafigyelni? A kaméleon egy reklámokban is, filmekben nagyon népszerű hüllőcske. Ugye három jelzetessége van. Egyik, hogy 360 fokba lát, tehát önállóan tudja mozgatni körbe-körbe a szemeit. A másik jelzetessége, amiről híresebb, tudja változtatni a színét, jellemzően minden faj szinte.
A harmadik pedig szinte testhosszával megegyezik a nyelv hosszúsága. És úgy ragadja el az áldozatait, a bogarakat, hogy ezt a ragadós kis nyelvét szinte ráköpi, és berántja a szájába. És ez egy fiatal kamira, amit velünk érkezett, fehér foltok vannak rajta, ez ugye a vedlésnek a jelei. Kicsit másképp vedlik, mint a kígyók, tehát nem egybe dobja le a bőrét, hogy úgymond, ezt a pikkelyes kültakaróját, hanem szakaszosan megfehéredik és lehullik. A kamillon egy rettetesen lassú mozgású állat, így, ahogy látjuk, mégis az elmúlt 10 percben megtett fél métert, és ez egy nagyon aktív állapot, mert ugye új helyen van. Alapvetően képes jó körülmények között, ha megkapja a táplálékát rendszeresen, egy ágacskán ellenni a lakásban, vagy éppen terráriumban. A hőmérséklet igénye éjszaka alacsonyabb, 20-21 fok, nappal azért szereti, hogyha 30 fok körül van, és nappali állat, tehát nappal aktívabb, idézőjebb az aktivitást. A pára igénye, hát maximum annyi, hogy egyszer-kétszer naponta megspickeljük, hogy kicsikét nedvesebb legyen, de nem kell trópusi párát biztosítani számára. A színváltoztatási tulajdonságát jellemzően a hímek szokták prezentálni. Párzás idejében pár perc alatt képesek tök ellenkező színeket kialakítani önmagukon. A hímek kicsit hosszabb életűek és nagyobbak, mint a lányok. 4-6 év a lányoknak az élettartam, a fiúk azért 9-10 évet is képesek élni. A lányok ugye, amint, hogy úgymond ivarérettek lesznek, szinte automatikusan akár hím nélkül is képesek tojást termelni, és ez ugye megterheli a szervezetüket, és ezért valószínűleg rövidebb az élettartamuk. Egyébként egy nagyon kedves kis állat. Ha valaki terráriumban szeretné tartani, itt, amit ugye korábban említettem, itt az anyagiakra figyelni kell, ugyanis egy nagyon szépen megtervezett, és tényleg lehet nagyon szép terráriumokat számára kiépíteni, többszörös az állatkának az árának. Ami önálló ugye plusz költség lehet a világítás. Tehát nekünk pótolni kell a UVB fénysugarakat, és speciális lámpákat kell vásárolni, és hát ugye az állatkának az élőhelye fölé ezt oda tenni, de egyébként ő magától oda fog menni, és ott fog alatta napozni. Én köszönöm szépen a beszélgetést és az információkat. Köszönjük szépen, hogy itt lehet. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Whisky különleges fekete-fehér egy év körüli keverékkan az utcáról került az alapítványhoz. A kutyus nagy testű, méretre hasonló a német juhászhoz, kedves és barátságos. Túl van az oltásokon és a csippezésen, csak szabad tartásra adják ki, szerető családba, jó gazda mellé. Téli tartását meg kell oldani, mert rövid szőre miatt védeni kell a hideg ellen. Cézárt egy forgalmas úton találták, az autók után rohangált, valószínű gazdáját keresve. A kutyus nagy testű ónémet juhászkan vagy annak keveréke. 1 méter marmagasságú, a súlya 32-36 kg között lehet. Életkora 4-5 év között van. Nagyon barátságos és érdeklődő, idegrendszere jó. Cézárt csak szabad tartásra, nagy udvarba, szerető családba adják ki. A kutya befogás után hamarosan epilepsziás rohamokat produkált, teljes kivizsgálása megtörtént, epilepsziást így élete végéig gyógyszerezni kell. Gino kis testű, szálkásztőrű keverékkan, alig 3 éves, nagyon nyugodt, stabil idegrendszerű és emberszerető, illetve minden kutyatársához türelmes. Túl van az oltásokon, csippezésen, már ivartalanított. Az alapítvány állatbarát, szerető gazdát szeretne számára, ahol családtagként élhetne. Csak benti tartásra adják ki.